Séra Andrással folytatjuk a klub délelőttöt, más néven Kolostor őre. Én rendszeresen olvasom a blogját, így figyeltem föl. Nagyon érdekesek különböző pénzügyi tanácsokat ad, illetve ötleteket meg a múltat felidézi. Nem is hát a tanácsodás azért ez egy kicsit erős. Igen, ez egy kicsit erős. De próbáltam annak utána nézni, azon kívül, hogy Ausztriában él, hogy ki is valójában a Kolostor őre vagy Séra András, de nem jutottam a nyomára. Igen, igazából az írásaimban nem is annyira magamat szeretném így promotálni vagy bemutatni, hanem a témákat. De mivel foglalkozik? Mi az ön hivatása? Magánbefektető vagyok. Ja, hogy pénzügyekkel foglalkozik, igen. Az irodalom a területe. Ne, én ilyen világok közt lebegek. Hát a blogomban azt hiszem most, ha nem is szó szerint, de hogy egy író, olvasó, gondolkodó, tűnődő, meditáló ember gondolatai a világról, és hát ezek körül a témák körül forgok, és akkor amit érdekesnek találok, azt szívesen megosztom így vagy a blogomon, de az utóbbi, hát talán 1-2 évben a Librarius portálon a Podmanicki Szilárd adott ennek felületet. Jó ötlet volt. Teret, igen, ő nagyon bátorított, nagyon, nagyon biztató volt. És mikor akkor... Séra, és mikor Kolostor őre? Hát igen, igen. És mi a Kolostor őre? Mert én láttam egy filmet, ahol két Bernát hegyi kutyával, gyönyörűek a kutyák, gratulálok, Balúnak hívják az egyiket, az enyémet is úgy hívták, sajnos most nem régiben ment el. Hát Balú is már régen, már több éve. Igen. Szépek a kutyák, és valahogy ide vezette vissza a Kolostor őrét. Igen, ennek egy hosszabb története van, még úgy a 90-es évek elejére megy, ez akkor voltam ilyen kiskamasz, nagykamasz, és hát akkor beindult a rendszerváltás, beindultak a kreatív dolgok, vagy a művészeti világ még jobban, vagy nem is tudom ezt, hogy fogalmazzam meg. És nekem kiskamaszként nagyon tetszett az, hogy diszjokék, nem is tudom, írók, zenészek, fellépők nem saját néven, hanem egy ilyen fantázia néven jelentek meg a világba. És akkor úgy voltam vele, hogy ha egyszer én ilyen közelben leszek, hogy hát akkor még nem tudtam e-mailről, meg akkor még nagyon távol volt ez a 90-es évek elején, de hogyha én egyszer publikálni fogok, vagy így megjelenek a nagy közönség előtt, akkor nekem is lesz egy ilyen fantázia nevem. Ezt így kitaláltam, de akkor még nem tudtam, hogy mi lesz ez, és aztán később jött a kutyák szeretete, és nagyon megkedveltem a Bernáthegyi típusú kutyákat, a hallgatók valószínű ismerik, ezek hogy a nagy bundás kutyák, igen, vöröskeresztes hordóval a nyakukban, és egyre jobban elkezdtem olvasni az ő történetüket, hogy fönt Svájcban a szerzetesek tenyésztették ki, a Szent Bernát hágó, és ez a hágó, ez Olaszország és Svájc között van úgy ott a határon, és ott rengeteg utazó vándor kelt át a hágón, és az egy ilyen nagyon nehéz periódus volt az utazóknak az életében, és ezek a kutyák segítették őket. Segítették kísérni a vándorokat, akik föntrekedtek a hegyen, azokat is segítették, és mellette segítették a Kolostor életét, a szerzeteseket, hogy védték magát a Kolostort is a betörőktől, a rablóktól. Tehát az egésznek volt egy ilyen nagyon nemes küldetése, egy ilyen nagyon szép volt az egész, és akkor úgy éreztem, hogy ez a történet, ez így összeért. Tehát, hogy igen, a Bernáthegyik a kolostorőrék, ők őrzik a kolostort, és aztán annyira megkedveltem ezt a típust, hogy elterveztem, hogy kutyatenyésztő leszek. És hát ezt is nem tudom, talán a hallgatók közül biztos van, aki tudja, hogy a kutyatenyésztőknél is úgy van, mint egy embernél, hogy van vezetéknév, van keresztnév, és minden tenyészetnek megvan a maga kennel neve. Na hát, innentől kezdve egyértelmű volt, hogy akkor az én Bernáthegyi kennelem az igenis a Kolostor őre kennel lesz. De hát aztán úgy alakult az élet, hogy nem lettem kutyatenyésztő, de hát a név az nagyon megfogott, nagyon megragadt. És ehhez jött az írás, és aztán utána a 2000-es évek közepén, amikor már jobban megnyílt az internet, meg a publikálási lehetőségek, na hát akkor... És mennyire hiteles, amit ír? Például Hemingwayről leírja, és majd beszélünk róla, hogy $1 millió hagyott a feleségére, miután elhunyt. Akkor Churchillről írja talán, hogy olajbefektetésekkel... Hát Churchill egy bizonyos korszakot írtam le. Tehát, hogy ez mind valós és hiteles? Igen, hát nyilván én nem vagyok egy
hogy mondjam, egy nyomozó ilyen... Kutya. Egy nyomozó kutya, igen. De igyekeztem utána menni a dolgoknak. Hát nyilván, hogyha úgy adódik, hogy tévedtem, akkor elnézést kérek, de utána mentem a dolgoknak külföldi publikációkban, amiket elérhető. Tehát ezek nyilvános információkból elérhetők a neten, és például említette a Churchillt, hát itt azért ebbe a stúdióban hagyj említsem meg, hogy azért itt sok ütést kapott a elmúlt években a Lázár János, a magyar politikus. Nyilván nem oktalanul, de a Churchill témát például ő hozta el a magyar olvasóknak. Ezt lehet, hogy kevesen tudják. Nem tudom én sem. Hogy mert Angliába, azt hiszem Angliába írtak egy könyvet konkrétan, tehát hogy az elmúlt években, évtizedekben már annyira feldolgozták Churchill életét, a politikai pályáját, a levelezést, mindent, és egy kutató az leírta, összeszedte Churchillnek kifejezetten csak a pénzügyeit. Az a könyvnek a cím, hogy Nincs több pezsgő. És Lázár János ezt állítólag kiment Angliába, erről a több riportban beszélt, és ezt ő hozta el a magyar olvasóknak. Tehát ő fordítatta le, ő szerkesztette meg, és ő adta ki, és magyar nyelven, hát elnézést, mondjuk a Lázár Jánostól jutalékot nem kapok, hogy itt promotálom a könyvét, de ez a könyv, ez nem közvetlenül a politikáról szól, hanem egy Churchillnek egy olyan arcát mutatja meg, kifejezetten a pénzügyein és a befektetésein keresztül, amit szerintem mindenkinek érdemes elolvasni, még aki konkrétan nem befektető, annak is, mert meg fogja érteni, de akit érdekel egy kicsit is a történelem, egy kicsit is a politika, vagy maga az ember, hát az ember érdekes minden mögött. Minden mögött, igen. Visszatérve Hemingwayre, én jártam Key Westen az ő házában. Meg nem gyönyörű a ház, meg a kert, meg a millió macska, ami ott van, az íróasztala, a szivara, de hát meg nem mondtam volna, hogy ekkora vagyona van. Amikor... Vannak ilyen emberek, érdekes, és nem csak az irodalom terén, hanem én a befektetések világában élek, és ott is nagyon sok befektetőről tudni, akiről az ember meg nem mondaná. Tehát nagyon sokakban az van a kép a fejekben, hogy egy befektető, egy részvénytulajdonos, hát az minimum jachttal jár, az a legelegánsabb öltönyök, gépjárművek, stb. És ennek ellenére nagyon sokan a szintjük alatt élnek, tehát szerényebben. Mert szerintem nem befektetők, nem úgy van, hogy mert jött a pénz mondjuk az irodalomból, és nem feltétlenül a befektetésekből, és nem is tud ezzel a pénzzel valójában mit kezdeni? Szerintem ez egy kicsit komplexebb. Nagyon, tehát sokan azt hiszik, hogy a befektetések és a pénzügyek világa az csak a pénzről szól. De ez egy sokkal komplettebb történet. Tehát, hogy nyilván ebbe a stúdióban is már többször szerepelt a hazai befektetői szféra egyik nagy embere, a Bojár Gábor, és ő is elmondta többször, hogy ők a sikerért dolgoznak, az mellékes, hogy a sikert pénzbe mérik, és az egy nagyon jó dolog, de valójában ez mint egy játék, mint egy ilyen nagy társas játék, ez egy szellemi, mint egy sakkozónak, hogy egymás után játssza a játszmákat. De ugye nem sorolhatjuk ide mondjuk Mészáros Lőrincet. Ez a vicc kategória. Hát, bárha már Churchillt említettünk, érdekes lenne az ő pénzügyeit is ennyire részletesen egy ilyen könyvben. De Churchill egy intelligens, okos ember volt Mészáros Lőrincről, ha csak a nyilatkozatait nézem, ugyanezt nem mondható. Más színvonal, igen. Más dimenziók, igen. Tehát akik ezt komolyan csinálják, ez egyfajta intellektuális, hát nem jó szó, de mégis ez a játék, ez egy szellemi kihívás. És aki ebben jó, az nyilván sok pénzt fog keresni, és ilyenkor szokták azt, amikor beszélgetek emberekkel, mondani, hogy de miért nem hagyja abba? Mert egy játék. Tehát igen, nekem egyszer a Csányi mondta, hogy ha abba hagyom, akkor már veszítettem, mert akkor már véget ér a játék. Igen, hát tehát aki egy író mondjuk ír több könyv, miért hagyja abba az írást? Tehát ő, ahogy a Csíkszentmihályi mondja, hogy flow-ba van. Tehát, hogy egyszerűen ön a riporter, miért hagyja abba a riporterkedést? Tehát önben van ez a emberi kíváncsiság. Igen, tehát nem lehet abba hagyni, igen. És az ember ebben jó, ebben érzi otthon magát, és ettől függetlenül, hogy aki ezt sokáig csinálja, és ebben jó, nyilván nagyon nagy pénzt keres. Akkor nézzük Babicsot, hogy ő miben volt jó, vagy Agatha Christie-t, és direkt maradok az irodalomnál, és nem az igazi pénzügyi befektetőknél. Igen. Tehát ők miben voltak jók? A
oda mennék vissza először, hogy miben jó volt, hogy miért is érdekes ez. Ez azért érdekes szerintem, minden mögött az ember az érdekes, és én is azért írom ezeket a cikkeket, mert azt vettem észre egyre jobban, ahogy telik az idő, hogy a világ nem fekete, nem fehér. Tehát az ember az sokkal komplexebb, sokkal összetettebb, és hajlamosak vagyunk beskatujára. Hát ő egy író, ő egy művészember. Ő egy szegény, legatyásodott művészember. Aki... Akármit is. Igen. Ő egy libernyák. Igen. Ő egy jobboldali. Ő egy migráns. Ő egy tőzsdés. Ő egy milliómos. És rengeteg ilyen skatúja van, de ez nem fedi a valós, ez leegyszerűsítés. És a világunk az elmúlt 20-30 évben szerintem arról szólt, hogy még komplexebb lett. És nem fogunk egyről a kettőre jutni, hogyha ebbe a komplex világba nem tudunk eligazodni, és saját magunk is komplex lények vagyunk, még hogyha nem is valljuk ezt be, vagy nem vesszük észre, és ezt kell észrevenni, ezt a komplexitást. És ezt szerettem volna is bemutatni ezekkel a cikkekkel, hogy Babics, hogy Churchill, hogy Hemingway, hogy Agatha Christie, hogy az embereknek van egy kép, egy skatúja, hogy ő ez. Hát mert ezzel találkozunk. Az, hogy Agatha Christie ingatlan befektető volt, ehhez nekem nincs közöm nyilvánvalóan. Hát nem néztem az ő ügyeteit, hogy igen, mit adott. Nem erről híres. Nem erről híres, igen. De ha már ezek elérhetők, ezek az információk, könyvbe, blogokon, újságokba, itt-ott, szerintem akkor érdemes ezt elolvasni, pláne az olyan embereknek, akik érdeklődnek a világ iránt, meg a kicsit szeretnek a dolgok mögé látni, és akkor így elgondolkozni egy picin, de hát gondolom ebben a stúdióban, meg olyan emberek hallgatják ezt, akik ilyenek, de ezt el kell szerintem mélyíteni, és akkor el lehet gondolkozni, hogy Babics is például, tehát, hogy én úgy tudom, hogy az írói honoráriuma volt egy nagyobb írói honorárium, egy fordításért talán, és egy egyszerű emberi vágy, szerettek volna egy kis nyaralót a feleségével, de arra nem volt elég a pénz. Na és akkor itt jön az, hogy a skatujában lévő ember mégis úgy kezd el gondolkozni, hogy a skatuján kívül. A saját személyes vágyait próbálja első körben gondolom megteremteni. Hát van egy motivációja, igen. Van egy motivációja, amihez az ő kis boxa az most ott abban a pillanatban nem elég, és kilép ebből a skatujából, és elindult, és beszélgetett szakemberekkel, barátokkal, ismerősökkel, és a pénzt befektették a tőzsdére. De bukhatott volna a tőzsdén. Nagyot. Tehát pont ezt szerettem volna mondani, és ezt oda is írom a cikkek végén, hogy én senkit nem bátorítok ilyesmire. Tehát ez kockázat, ehhez szakértelem kell, stb. Felelősség kell, és a skatuján kívül csak az gondolkodjon, és az lépjen, akinek megvan hozzá a kellő bátorsága. Hát tulajdonképpen az léphet, akinek a kellő gazdagsága is megvan, tehát azon felüli összeg, ami a napi megélhetését szolgálja. Tehát van egy játszásra szánt pénze, így gondolom. Igaza van, viszont ezek általában egy gondolattal indulnak. Tehát még ha, hát hány sportoló mondja azt, hogy én már gyerekként álmodoztam, hogy ott fogok állni a dobogón. Hány üzletember mondja, hogy ő már kis fiatal korában is kis egyszerű kis matchboxokat cserélgetett. Tehát azért mindig minden egy gondolattal indul, egy vággyal, egy elképzeléssel, hogy én ki tudok-e lépni a skatujából. Azt még mondja meg nekem, még sok minden mellett megkérdezek még sok mindent, hogy jól láttam, hogy a Séra Andrásként küldött egy nyílt levelet a miniszterelnöknek? Ez maga volt, ez a nyílt levelezés? Hogy a saját templomát találja meg? Ez lehet, hogy egy nagyon régi. Ez egy régi, mert... Rábukkantam, és hogy inkább menjen a pincébe ügyvédnek, valami ilyesmit. Megmondom őszintén, nem emlékszem, mert a blogomat 2008-ban indítottam el, és hát elég nagy lendülettel is írtam, de elképzelhető, hogy volt, hogyha ott olvasta a blogomat. Én ott olvastam a blogot és a nevét is, a kettőt nyilvánvalóan összeraktam. Ha ott olvasta, akkor igen, de meg, elnézést az olvasótól, megmondom őszintén. Nem baj, hogy, régó, de mondjuk, ha most írna egy levelet, egy nyílt levelet, akkor hát milyen az, jó akkor tanácsokat adna neki? Megmondom őszintén, akkor most már nem Orbán Viktornak írnék, hanem az országnak. Tehát ezt meghaladtuk, ezt a történetet, ami itt van itt az elmúlt 10 évben, és úgy érzem, hogy... Az országnak? És mit írna az embereknek? Mit írna az embereknek? Hát
Az az igazság, hogy szerintem, tehát ebben a stúdióban már ez, itt nagyon sok minden elhangzott, tehát a szociológusok, a politológusok. Nézzük, tehát a pénzügyi befektetőt mit mond. Hát, ahogy az előbb erről szó volt, tehát ezek annyira összetett dolgok, hogy ezt nem lehet egy mondatban. Tehát jó, most lehet egy mondatban, hogy emberek tanuljatok, emberek gondolkodjatok, vegyetek, lássatok jó példát, nézzetek külföldre. Tehát lehet ilyeneket pufogtatni, és ez mind igaz. Ezeken mind el kell gondolkozni, de én azt érzem, hogy az ország az elmúlt 30 évben olyan, mintha egy egyén, egy ember, az egy óriási, nem is tudom, drámában lenne. Hát én is azt érzem néha a saját. Na most, hogyha ezt a probléma halmazt, ami ráadásul itt most már nem is egyéni, hanem kollektív. Ezt az ember bekopog egy pszichológushoz, és így leül, és azt mondaná, hogy doktor úr, itt vagyok, és valahogy ezt fel kellene dolgozni, tehát akkor hát én is hagy kérdezzek vissza, hogy akkor mit mondana a pszichológus? Nem tudna mondani egy mondatot. Azt mondaná, üljön le, kedves beteg, foglaljon helyet, és akkor kezdjük el szépen feltárni, kezdjük el felismerni, hogy itt mi is vezetett ide, mi is van önben, hogyan éli ezt. Tehát ez egy olyan mély, olyan hosszú munka, hogy... Az, hogy ön Ausztriában él és dolgozik, ennek van jelentősége? Nyilván van, de igazából félig meddig vagyok csak ott, tehát én önmagamnak dolgozom, tehát én magánbefektető vagyok, és nekem befektetéseim itt Magyarországhoz is kötődnek. A saját befektetései, vagy az ötletei, meg az üzleti partnerei mondjuk itt is, ott is vannak, akiknek ajánlatokat tesz, vagy... Nem, hát én igazából én magamnak, tehát én a saját pénzemet fektetem be, a saját ötleteimmel haladok. De ezt csinálja folyamatosan, hogy a... Igen, igen. Igen, de ez nem szórakoztató ez? Vagy emellett van az irodalom? Hát együtt. Együtt? Együtt, igen, igen. Én tehát azt hittem, hogy másoknak is ad, tehát mint befektető, másoknak is ad. Csak ilyen nagyon szűk körben, tehát rokoni, baráti körben, tehát én nem ilyen nyilvánosan nem, tehát én ezek, amiket írok, cikkek, ezek csak egy világnak a felvillantása, a kis érdekességek, de nem, hát én önmagam. Tehát akkor ül a számítógép előtt, nézi a tőzsdenyitást, tőzsdezárást, és ott játszik a pénzével. Hát nem szép szó ez a játszik, jó, de igen. Meg hát én azért, tehát itt is például sokan úgy gondolják, és összekeverik a fogalmakat, hogy van a spekuláns, és van a befektető. Tehát nyilván a pénzügyi szakmában egyértelmű a különbség. A hallgatók közt nem biztos, hogy egyértelmű. Én a befektető vagyok. Ez egy hosszabb távú elköteleződés, ez nem játék, ez nem szerencse. És én elmegyek közgyűlésekre, részvényesi közgyűlésekre, én tartom a kapcsolatot a menedzsmenttel, az igazgatókkal, cégekben benne vagyok akár 10 évig, tehát hogy én... És mi volt a legnagyobb bukása? Mert gondolom, anélkül azért ezt nem lehet megúszni. Igen, igen. Hát konkrét összeget nem mondanék, mert... Pedig az a legérdekesebb. Az a legérdekesebb, tudom, de hát a befektetők azért megtanulják a kockázatot kezelni. Egyébként a Hemingway cikkben van egy ilyen kifejezés, úgy írom, hogy a Hemingway-nek a portfólió egy kellően diverzifikált, széleskörűen diverzifikált pénzügyi portfólió volt, ami azt jelenti, hogy az ember elosztja a kockázatot, tehát hogy több helyre teszi be. Hát most én azt mondanám, hogy volt olyan cég, amiben beszálltam, ez egy német agrár cég volt, és elbuktam az összes pénzt, amit betettem. De amit betettem, az én pénzemnek egy töredéke volt. És annyit tettem be, hogy ha elbukom, én attól még este ugyanolyan jól fogok aludni. De nem rendítette meg ez a bukás? Vagy tényleg a szemléletük olyan a befektetőknek, hogy benne van, hogy veszélyhet is? Ez benne van. Tehát az is benne van, hogy itt most kilépek az utcán, és elüt egy autó. Igen. De kilépek az utcán, és óvatos vagyok, és körbenézek, és közben nem mobilozok. Tehát De ez nem öncélú, ez a jövedelem szerzés, tehát itt a pénz motiválja a pénzt tulajdonképpen. Mire költi, minek magának ez a sok pénz? Hogy él? Hát mondhatnám Babicsot, hogy szeretett volna egy szép nyaralót. Ja, igen. Tehát az embernek azért vannak vágyai és elképzelése arról, hogy milyen a jó élet, milyen de ahhoz kevesebb is elég szerintem. Igen, 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 de a másik, mondom szerintem, hogy ezek csak a felszínes mozgatórugók. Tehát a mélyben ott van az, hogy ki vagyok én, vagy mi vagyok én, miért azt a hivatást választottam, amit én miért tanár lettem, nem én, hanem aki tanár lett. Maga mi lett hivatalosan?
Hogy? Hogy mi lett maga hivatalosan? Tehát... Én a főiskolán nemzetközi kapcsolatok szakra jártam, és kül- és biztonságpolitikai szakirányt végeztem, és érdekelt mindig is a politika, ez a kül- és biztonságpolitika, stb. De pont ez az, hogy eljutottam a 20-as éveim közepére, végére, amikor egyértelműen letisztázódott bennem, hogy a pénzügyek az, ami bennem mélyen ott van. Tehát most lehet, hogy egy picit furán hangzik, és így nagyon messzire megy ez a dolog, hogy az emberekben ott vannak ezek a pszichológiai archetípusok. A törzsfőnök, a pap, a sok minden, ahogy, és azt érzem, hogy az életünk az az, hogy valójában megtaláljuk, hogy kik vagyunk mi. És mit gondol, ha már biztonságpolitikai szakember is lehetne, az afgán helyzetről figyelemmel követte? Figyelemmel követtem, és egyszerűen döbbenetes. Na, ez megint az a szituáció, ami, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy leegyszerűsítjük a világot fehérre és feketére. Tehát, hogy annyira komplex ez az afgán történet, szívszakító látni. Hát néztem a CNN-en, élőbe közvetítették, vagy nem élőbe, de elég hamar már kijutott a nemzetközi sajtóba, amikor a repülőgép ment, és az emberek annyira felkapaszkodtak rá, és lezuhantak. Annyira kétségbe esettek volt. Tehát egyszerűen is... De ha nem fekete-fehér, akkor hol a megoldás? Hát, köszönöm szépen, hogy ezt tőlem kérdezi, ezt a megoldást. Pont ez az, hogy a megoldás ott van, hogy be kell kopogni a doktor úrnak a ajtajába, amit az előbb mondtam, leülni, és az első az, hogy probléma van, doktor úr. És meg elkezdeni feldolgozni. És aki egy kicsit is elmerült mondjuk ebben a pszichológiában például, én nagyon sokat foglalkoztam vele, elmentem Zürichbe a Carl Gustav Jung emlékházba. Nagyon érdekel a téma. Az látja, vagy felismeri azt, hogy amikor elkezd a problémák gyökeréhez lehatolni, hogy az mennyire mélyen van. Egy emberen belül, egy életen belül, egy személyiségen belül. Na most ennek akkor egy kicsit sok, vagy hát nehezebb foka az, amikor mondjuk egy családon belül próbálna az ember. Magyarul megjelent egy könyv pár éve, a Orvos Tóth Noémi Örökölt sors. Tehát akkor már látjuk, érezzük, hogy milyen mélyre mennek, hogy milyen nehéz a megoldás. Na most akkor látjuk Magyarországot, hogy Magyarország is most valahogy egy ilyen frusztrált zsákutcában találja magát, hogy akkor milyen nehéz a megoldás egy országnak, pedig még mindig akkor csak 10 millió emberről beszéltünk. Na hát most akkor egy ilyen afgán helyzet. Most képzeljük el, hogy az afgánok leülnek Orvos Tóth Noémi. Hát elég nagy bajban lennének szerintem. Nagyon szépen köszönöm Sér Andrásnak, lejárt az időnk, 2 perc múlva 10 óra van, és Viskin óra hozza a híreket. Köszönöm a lehetőséget. Örülök, hogy megismertem, és akkor a pénzügyi befektetésnél és az irodalomnál maradva olvasom továbbra is a blogját nagy szeretettel.